A negyedik negyedet az Eisberg támogatta. Azt hiszem, úgy hívták, hogy újságos Palika, a hajléktalan, akit te is támogattál, meghalt. Most, amikor leültél ide velem szembe, akkor beszélgettél az operatőr kollégáimmal, és azt kérdezted, hogy a Tibor megvan még? Szóval egy ilyen őrült időszakot kezdünk élni, ami nyilván mindig ilyen volt valakiknek, csak most mi abba a korba csúszunk. Hát most lettünk érintettek. Igen. Most. Kialakult egy tornasor, és az ember figyeli, hogy a tornasorból ki és mikor esik ki. És te hanyadik vagy? Ez nagyon érdekes, mert 1972-ben csináltuk a Sándor Pállal a régi idők fociát, és a B. Müller Magda volt a fotográfus, és egy nagyon vicces fotót készített, ott lóg a szobámban a falamon. A fotó úgy néz ki, a focipálya a fő helyszíne a filmnek, és ott áll a Palika elsőként, ugye, mint rendező, és azt hiszem, hogy egy ilyen képet mutat, hogy mi legyen benne majd a következő beállításban. És ott állok mögötte én egy lekopaszított kézikamerával a kezemben, és utánunk még állnak rangsorban, meg beosztás szerint a vazallusok. Ez egy körülbelül egy ilyen 10 fős sor. És egy idő után fölfigyeltem rá, hogy valami fatális módon sorjába fogy ez a tornasor, ami ott készült. És igazából most már csak hárman. Az első három van az élők sorában. Hihetetlen. És ez most egy ilyen érdekes kérdés, hogy jó, a Pali jól áll, mert ő az első. De az is érdekes, hogy azt mondod, hogy ott állsz a kezedben a kamerában. És ugye te, ha szabad így fogalmaznom, hát arról is nevezetes vagy, hogy te voltál az első egyike a világban, tán azoknak, akik a kamerát a kézbe vették, mert nem tudom a merteket, de onnantól kezdve te irányítottad a két kezeddel, aminek történnie kellett. Átvitt értelemben mondom, azt gondolom, hogy a te saját életedet is így irányítod, hogy kézben tartod. Hát igyekszem, és ez most különösen aktuálissá vált, hogy 83. életévenben vagyok, és nem mondanám, szóval hazugság lenne azt mondani, hogy nem foglalkozom azzal, hogy mennyi van még. Nagyon sokat foglalkozom vele, de úgy gondolom, hogy a szónak a jó értelmében. Talán most a legfontosabb azzal foglalkozni, hogy a maradék idő az jól legyen beosztva. Hogy olyan dolgok történjenek, amíg irányíthatóak a dolgok, amíg az én kezemben vannak, amik kedvemre valók, amik kvázi kimaradtak eddig az életemből. Most egy érdekeset fogok neked mondani, hogy a kimaradtak az életemből. Nagyon sokat nem csinálok semmit. Mert ez marad ki az életedből. Mert ez marad ki az életemből. És amikor úgy először rám kérdezett a párom, hogy ma mit csináltál, akkor bizonyos szégyenkezés volt a hangomban, amikor azt feleltem, hogy semmit. De most már tudom, szóval végig gondoltam ezt a semmit, és rájöttem, hogy ez nekem nagyon fontos, hogy most legyenek olyan órák, legyenek olyan félnapok, amiket úgy látszólag hagyok elröppenni, de csak látszólag, hiszen rengeteg mindennel van tele ez a semmit tevés. Persze. Hát hiszen akkor gondolom végig mindazt, amire egész életemben nem volt módom gondolkodni, amiben nem volt lehetőségem elmélyülni,
végig gondolom a szüleimmel való kapcsolatomat, hogy ki is volt az apám, ki volt az anyám, mennyi időt töltöttem el, mit mulasztottam el, milyenek voltak ők. Aztán összehasonlítom azzal, hogy én hogyan bántam az én gyermekeimmel, ehhez képest hogy alakult, mit mulasztottam el. De azért ez még nem ilyen mérlegkészítés. Hogy mondjam, de is nem mérlegkészítés. De ez nem jelenti a halálra való készülést. Ez egy egyszerű, szigorú időbeosztás. Olyan, mint amikor 20 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt a naptáramban ott volt, hogy melyik reggel hányra kell menni forgatni. És mindig nagyon korán kellett menni, és mindig nagyon későn értem haza. Szóval azt akarom mondani, hogy sok minden olyanra szorítok most időt, amit egyszerűen egy fiatal ember látszólag elpazarolt időnek vél, de számomra ez nagyon értékesen felhasznált idő. Érdekel, hogy említetted a szüleidet, meg hogy az időben, mint hogyha visszafelé haladnál ezekben az én időkben. Miközben én tudom, hogy te hallatlanul érzékeny vagy a mindennapjainkra, odafigyelsz a politikára, sőt, még bizonyos értelemben befolyásolni is szeretnéd. Hát a magad szerény eszközeivel, a magad állásfoglalásával, hogyha úgy tetszik. Nem véletlen, hogy ezt az újságos hajléktalant mondtam, mert ez jól illusztrálja, hogy neked mennyire fontos még a másik ember, meg hát nyilván a gyerekeid, az unokáid sorsa, egyetem Magyarország sorsa. Szóval, hogy mennyire tűnik el a ma meg a holnap az öregedés folyamatában, és mennyiben jön előre a régmúlt? Hát iszonyatos, a mentális egészséghez hozzátartozna mindennek a semmibe vétele, ami körülvesz. Most gondolok az ország helyzetére, gondolok a politikára. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ki tudnám zárni az életemből. Nagyon értékes perceket takarítanék meg, megint értékesebb dolgok számára. Ezt egyszerűen képtelen vagyok megtenni. Szóval küzdök azzal, hogy így toljam kifelé a lakásomból, a privát szférámból, toljam kifelé a politikát, de mint egy erős hullám az óceánon úgy nyomul be az életembe, és nem hagyja magát nem jelen lenni. És meg kell mondjam, hogy nagyon rossz hatással van rám, tekintettel arra, hogy egy borzalmas politikai légkörben élünk. Azt hiszem, hogy ennek az évszázadnak a legnagyobb sanszát veszítettük el az elmúlt évtizedekben, nem csak azt mondom, hogy az utolsó 12-ben. Én 89-ben, amikor fölajánl lehetőségem volt arra, hogy zöld kártyával kimaradjak az Egyesült Államokban, munka lehetőségem volt, akkor éppen egy HBO filmet forgattam, amikor megtörtént a rendszerváltás, mikor Nagy Imrét újra temették. És ember nem volt, aki nálam lelkesebben magyarázta volna az amerikai embereknek, hogy miért kell most nekem itthon maradni, és miért ez a legnagyobb sansza ennek az országnak hosszú-hosszú idő óta. És így elrontani, így elengedni egy ekkora lehetőséget, ez valami iszonyatos keserűség számomra. Hát természetesen a legutolsó 12 év a legborzasztóbb, mert egy olyan kanyart vett ennek az országnak a története, ami visszavezet minket a kalandozások sorába. Úgy fogalmaztál, hogy a mentális egészségedet is kellene őrizni, védeni, óvni, karbantartani, és hát ez éppen nem segít. És fizikailag hogy vagy? Az is egy érdekes kérdés. Nagyon várom már, azt mondják, hogy az ember, amikor megöregszik, akkor megbölcsül. Én tulajdonképpen azért remélem, hogy még nem öregedtem meg igazán, mert még nem bölcsültem meg igazán. Úgy érzem, hogy még rám fér egy kis bölcsülés. Egy példát mondjak neked. Rendszeres úszó voltam. 2000 métert úsztam, és
borzasztó pontosan mértem az idejét annak, hogy mennyi idő alatt úszom le a 2000 métert. Néha úszott mellettem a Báron Gyuri is, és akkor mindig jó időt úztam, mert borzasztóan versenyeztünk egymással. Aztán elkezdtem észrevenni, hogy bizony romlanak, évről évre ezek az idők romlanak is. És akkor mindig nagy erőfeszítést tettem, hogy azért megpróbáljam legalább az utóbbi év legrosszabb idejét a következő évben. És nem ment. És akkor egy idő után eldobtam az órát, és bementem a medencébe, és csak úsztam. És amikor... És végre élvezted. És akkor rájöttem, hogy ez így sokkal jobb. Kevésbé, lehet, hogy egy picit kevésbé egészségesebb a szervezetemnek, lehet, hogy kicsit lanyhulnak az izmaim, viszont sokkal jobban érzem magam. Tehát arra akarok csak kilukadni, hogy bizonyos dolgokat el kell tudni engedni. És ezek szépen... Érdekes, amit mondasz a test öregedéséről, mert azt gondolom, hogy külön kéne választani. Az én kép azt gondolom, hogy nem öregszik, a test az bizony öregszik, de te visszaemlékszel arra, hogy volt egy olyan pont, vagy ez nagyon egy folyamat, amikor azt mondtad, hogy elemér, már nem esik jól ez, nem esik jól amaz. Tehát, hogy volt egy olyan időszak az életedben, talán életkorra is, vagy munkában, amikor azt mondtad, hogy már nem hajolok le, ez nekem már nem kell, nem kívánja a testem. Hát folyamat ez, szóval nem tetten érhető a pillanat, pontosabban utólag tetten érhető, hogy bizony akkor én már azt éreztem, és ez ezért történt. Az a baj, tudod, hogy ez a folyamat ez nem lineáris. Szóval ilyen subok vannak, hogy az ember van olyan 10 év, amikor alig mozdul, és akkor hirtelen van egy pont, amikor megzuhan. Ha szerencséje van, akkor abban az állapotban, ahova lepottyant, a magasabbra lepottyant, ott tud maradni. Még tartja, igen. Tartja egy-két évig, vagy ötig talán, és aztán megint van egy... Most nem megyek bele részletekbe, hogy melyik zuhanás, mikor történt, csak ezt is úgy regisztrálja az ember. Szóval azt hiszem, hogy az öregedés művészete az a tudomásul vételeknek a művészete. Jó, de tudomásul lehet-e venni? Bele lehet-e ebben nyugodni? Vagy ez frusztrál, ez idegesít, hogy macska csípje meg? Hát. Nézd, azt hiszem, hogy itt is van egy egészséges pont, ameddig az ember ezt belülről tolerálni tudja. De természetesen, mint minden küzdelemnek, ennek is vannak keserű pillanatai. Szóval. Te magad mondtad, hogy hát persze, egyre többet gondolsz a végre, a halálra. Ez képileg megfogalmazódik benned, hogy lesz, vagy mint lesz, vagy milyen színe van, hogy kell világítani? Nem, egy visszat félretéve ez egy, azt hiszem az ember életének legfontosabb pillanata, és aki adott az életében arra, hogy hogyan éli az életét, az bizony törődik azzal is, hogy hogyan hal meg. Legalábbis azzal a részével, ami a kompetenciájába tartozik. Igen. Tehát erre a dologra millió oldalról föl kell készülni. Aztán úgyse úgy lesz, hogy az ember tervezi. Ez az, de... Nagyon kicsi a szansz, de akkor is legyen egy terv. Nekem mindenben az életemben voltak terveim. Legyen egy terv, magyarán amennyire lehet kontrollálni szeretném ezt az egész folyamatot, és nem szeretnék elvaratlan szálakat. Most erre, vagy arra gondolsz, hogy akkor mondjuk végrendelkezel? Elvaratlan szálakra arra gondolok, hogy végig gondolom, hogy kinek maradtam adósa a szónak nem anyagi értelmében, hanem kivel bántam rosszul, kivel voltam igazságtalan. Lehetőleg te, ezeket... Te megkövetett, megkeresed, és próbálod elsimítani? Nem úgy, hogy szevasz ragályi elemér vagyok.
nagyon szarul viselkedtem veled 1983-ban. Figyelj, én most készülök a halálra, úgyhogy intézzük le, rendezzük le a dolgot. Nem így. Ezek nagyon gyakran csak gondolatban, elvisíkon játszódnak le. Tehát nem... Magadban nem próbálsz egy békességet létrehozni. Nem perfektuálódnak ezek a világos dolgok, nem válnak valósággá. Csak úgy végig gondolom, hogy most szarember voltam, vagy aránylag tisztességesen csináltam, amit elcsesztem, hogy lehetne rendbe rakni. És ez figyelj, ez nem egy halálra váró, halálra készülő embernek a cselekedett sora, hanem benne van ebben az életkorban az, hogy ezt én végig csináljam. Elő kellene most régi filmes élményeket szedni, nem fog sikerülni, hogy fotografáltál-e olyan drámai jelenetet az életedben, és hányat és hogyan, ahol... Halált? Igen, vagy halál közeli helyzetek. De. Hát a legfantasztikusabb az a Grünwaldski Vöröks Requiem című filmje, ahol már nem tudom, hogy a Fürstöt vagy a Salait, de valakit akasztottunk. És az állami ítélet, még akkor volt akasztás. És az állami ítélet végrehajtóval volt egy beszélgetés, aki a dolog szakszerűségére volt hivatott, hogy azt ellenőrizze. Hát te, ha láttál lelkes embert a munkájáról beszélni, csillogó szemmel mondta, hogy akkor hogy kell elhelyezni, hogy a gége melyik részére kerüljön a kötél, és akkor mikor kell kirúgni és megrántani, és hát élete nagy pillanata volt, hogy erről beszélhet. Persze volt ilyen, hát volt nem is egyszer. Jó, de hát persze az film, az mozi. Igen, igen. A te belső mozidban, a te belső saját filmedben a legvége az hogy lesz? Hát természetesen úgy, ahogy a klisé szerint zajlik, hogy de kurva jó lenne látni aztán, hogy utána mi történik, hogy rendesen sír az az ember, akinek hát sírnie kell, vagy gyorsan elfelejt, aztán odébb lép meg. Hát ezek azt hiszem, hogy hozzátartoznak a minden ember gondolataihoz. Még azt akartam neked mondani, idefelé évet arra gondoltam, úgy végig gondoltam az életem riportjainak sorát, az elsőt, ami a 1968-ban az első játékfilmem forgatása közben lett volna meg. Én ültem a Mándi és az Elek Judit között, egy hallatlanul okos asszony és egy zseniális író, akik szóban is gazdagok voltak és szofisztikáltak. És amikor rám került volna a sor, éreztem, hogy én nem hogy ennél jobbakat, hanem csak rosszabbakat fogok mondani, és az asztal alatt kibújva elszaladtam, elbújtam. És aztán arról szóltak a következő riportok, hogy és hogy gondolod, mi lesz a következő, mi lesz a következő, és most ezután, a díj után gondolod, hogy meg fogod kapni azt is. És aztán most eljutottunk odáig, hogy most már nem ezekről beszélünk, hanem tulajdonképpen elértünk az utolsó témához, elértünk az epilógushoz. Mondjuk úgy, de szívesen beszélek róla, mert ez számomra nem jelenti, hogy most ezzel a beszélgetéssel én közelebb kerültem. Biztos ahhoz, amiről beszélek. Sőt, tulajdonképpen az is megfogalmazódott bennem ennek a felkérésnek a kapcsán, hogy majd ezt mikor kell abba hagyni. Tehát mikor kell tudni nemet mondani egy ilyen felkérésre, hogy annak a szirén hangnak, ami arról szól, hogy mi kíváncsiak rád valamivel kapcsolatban, mikor kell tudni nemet mondani. Azért, mert már nem fogsz tudni olyan mondatokat fabrikálni, amik megállják a helyüket. Mikor mondod majd az első nagy marhasságot, amit már nem kellett volna mondani, hogyha észnél vagy. Hát ha. Szóval ezt is végig gondoltam, mikor nemet mondtam neked, mikor igent mondtam neked nagy önbizalommal. Megtiszteltél vele, köszönöm szépen.
Hát azért végjátékról még nincs szó, bár a negyedik negyedről már szó van, való igaz, tehát az utolsó negyed. Az a számbetés... Bocsánat, de van hosszabbítás is. 2x15 perc. Hát remélem. És egyébként erre szüksége is van az utánad jövő generációnak. Mert egyszerűen egy olyan... És most nem csak neked szól. Persze, őszintén és tiszta szívemből mondom, hogy ha már, bár nem ez az utolsó interjú, remélem, de akkor hadd köszönjem meg itt neked, legalább a magam nevében, hogy annyi mindent letettél az asztalra, és ezek meg fognak maradni. Tehát ez nem olyan, mint a szó, ami elszáll. Tehát egyfelől köszönet, de hogy szükségünk van még rád. Az utánad jövő generációk nem dobhatják ki idő előtt a saját öregjeiket, a saját szeretteiket. Hát te is tele körbe vagy véve szeretettel, hála jó Istennek. Igen, de arra, amit mondtál, hogy mennyire van szükség ránk, vagy nincs szükség, azért most egy generál nagy takarítás folyik a művészeti szakmában is. Azt te is látod és tudod. Úgyhogy nagyon azt sugallják az embernek, hogy rá már nincs szükség. Nincs szükség azokra, akik fölépítették annak a magyar filmnek az imidzsét, ami az utolsó 30 évet jelenti. Akik fölépítették Enyedi Ildikót, Mundurcó Kornélt, és lehetne sorolni azokat a nagyszerű embereket, akik jelentik ma igazából a krémjét a magyar filmnek, és akiket próbálnak nagy erővel pályán kívülre tenni. Hiszen ha elolvasod most a Hunyadi tervet, a Hunyadi TV sorozatnak a tervét, amit 7 milliárdból fognak megvalósítani, akkor úgy csodálkozol azzal, hogy kik fogják készíteni ezt a filmet. Hát erről ne tovább, mert itt akkor most előtt törne belőlem sok fajta szakmai keserűség, és tulajdonképpen a az élet legdrámaibb dolgáról olyan vidáman, kiegyensúlyozottan és mosolyogva beszélgettünk, hogy ne törjön le ez a mosoly. Milyen furcsa, hogy a saját öregségünkről, a saját elmúlásunkról vidámabban tudunk beszélni, mint azokról a dolgokról, amik valójában nem annyira fontosak, bár fontosak, tagadhatatlan. De azért azt hidd el, hogy szükség van rátok, és így rád is. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a... Nagyon szívesen.